A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Rendhagyó lesz a beszélgetés, hiszen tudják önök, hogy Székesfehérvár nem csak a gazdaság és a kultúra városa, hanem a sport városa is. És fontos számunkra, hogy megismerhessük mindazokat, akik sokat tettek azért, hogy így említsék szerte Magyarországon a királyok városát, ha úgy tetszik. Nos, hát vendégem pedig egy legenda, Juhász Roland, tisztelettel köszöntelek. És köszöntök mindenkit. Arról beszéltünk itt még a beszélgetés elején, hogy a bulvárt hagyjuk. A jelen állás, tehát a MOL-Fehérvár mostani szerepléséről nem esik szó, ezt majd Somos Zoltán kollégám ezt majd kivesézi. Én igazából azt szeretném, hogy látogassunk el Tápió Szecsőre, hogy egy fiatal tehetség miként indul el azon az úton, amelyet én azt gondolom, hogy szerte Magyarországon a futballbarátok ismernek és követnek. Hát igen, ez egy nagyon fontos állomása az én életemnek, az én pályafutásomnak, a Tápió Szecső időszak. Ugye mondhatom, hogy köszönhetem a szüleimnek, hogy 10-11 évesen elengedtek. Ugye az ezzel járó utazásokat, kockázatokat, ugye mai világot látva nem hiszem, hogy ma már ők is így döntenének, de ugye reggel busszal, vonattal indultam, késő este hazaértem, ezt ilyen mód bevállalták, és ezzel hozzásegítettek ahhoz, hogy tényleg azt az utat elkezdjem, amit igazán szerettem volna. Ugye a foci töltöttem már akkor is kell minden napjaimat, de hogy ilyen szervezettebb keretek között tudjam már minden nap csinálni, ez ilyen áldozattal járt, és ebből maximálisan partnerek voltak. Ki volt az a mestered, aki elindított ezen a pályán? Szabó Béla bácsi volt az, aki jött felfedezett a környéken. Ő a mi kis körzetünkben egy elég elismert edző. Ő volt az, aki egy felnőtt csapat előtti edzésen felfigyelt rám. Ő máshol is edzősködött, ahol komolyabb szinten űzték az utánpótlást, és odahívott, hogy lenne kedvem játszani holnap a Ferencváros ellen? Hát most nyilván egy vidéki kis srác, egy 5000-es településről származó kisgyereknek ez óriási dolgot jelentett ott 10 évesen, hogy másnap a Fradi ellen, hát persze, ki az, aki nemet mond erre. Úgyhogy egy elég érdekes és véletlenszerű módon indult az én pályafutásom, az, hogy így játszottam életemben először bajnoki mérkőzést. Nyilván most már elmondhatom, hogy nem az a saját igazolásommal történt ez a pályára lépésem, de hát engem akkor semmi nem érdekel, csak az, hogy pár lépestek azon a meccsen. Melyek voltak az erényeid akkor, gyermekfővel? Hát a kitartás, az alázatosság, tényleg mindent alárendeltem már nagyon fiatalon annak, hogy ezen az úton a lehető legtöbbet hozzam ki magamból. Talán a céltudatosságnak köszönhetően engedtek el a szüleim is, és bíztak nagyon bennem, hogy nem fogok azzal visszaélni, hogy ők ilyen bizalommal engednek el nap, mint nap az utamra. És akár mondom a baráti kapcsolataimat, akkor akár a fiatalokra jellemző idézőjelben szétszórtságot, ezt félre tudtam tenni. Nagyon koncentráltan csak a focinak rendeltem alá mindent, úgyhogy mindent úgy szerveztem, úgy intéztem már akkor az életemben, hogy a foci volt az első, nyilván tanulás mellett, de tényleg mondhatni, hogy nagyon céltudatos voltam már nagyon fiatal koromban. Pest egy nagyon komoly lépcső lehetett az ezredforduló előtt egy évvel az MTK-hoz kerülni, azt hiszem, hogy számítottál rá? Hogy előbb-utóbb megkeresnek, és egy olyan lehetőséget kapsz, ami aztán elkísér az egész életedben? Bíztam benne, igen. Szerencsére sok olyan visszajelzés is jött, olyan megkeresés már korábban, hogy lesz lehetőségem csapatot váltani, magasabb szinten folytatni a pályafutásomat. Nehéz időszak volt, hozzáteszem az eleje. Egy-egy idősebbeknél játszottam, már lent vidéken is, és úgy kellett felkerülnöm, a 8. osztályt kellett elkezdenem Budapesten.
nem igazán birkóztam meg jól az első pár héttel, ezért inkább bevállaltam azt, hogy Pesten voltam koleszos, és onnan jártam le tápjószecsőr vonattal, majd vissza edzésre, és úgy be a koleszba. Úgyhogy nem a legkönnyebb időszak volt, de mondhatom, hogy ez egyik legszebb is a pályafutásom során, mert olyan dolgokkal szembesültem, olyan nehézségekkel szembesültem már akkor, hogy és olyan idézőben könnyedén sikerült megúranom ezt az időszakot, mert nyilván tanulásra, tovább tanulásra előtt álltam, a fociba azért bekerültem csak egy új közegbe, más szinten kellett teljesíteni, de minden egyes pillanatát élveztem, és hála Istennek elég jól sikerült megúranom azt az évet is. Voltak példaképeid? Igen, voltak. Illés Béla volt, és nagyon érdekes, nem azért kerültem az MTK-hoz, mert hogy a Béla volt a példaképem, hanem ahogy elkezdtem jobban nézni a magyar futballt, a magyar összefoglalókat, a Béla játék annyira lenyűgözött az összefoglalók alapján és a magyar meccsek kapcsán, hogy őt szúrtam ki magamnak. Hát utána nyilván nem kell mondani szerintem, hogy mekkora élmény volt vele egy öltözőben készülni, az ő tanácsait hallgatni. Szerencsés voltam, hogy egy olyan embert választottam ki példaképnek, akivel utána együtt is tudtam játszani. Érdekes, hogy 3 esztendővel a szerződésed után már bajnoki címet ünnepelhettél, és ez egy tényleg egy fantasztikus csapat volt, hiszen a Fradival vívtatok nagy harcot, az összes többi lemaradt, és ugye Illés Béla, Zavacki, Ferenci, Cvitkovics egy nagyszerű csapat volt. Hogy sikerült beilleszkedned ilyen gyorsan? Hát az említett játékosok megkönnyítették, ugye a felsorolt, akár mondjuk a Zavacki Gabira gondolok, itt a Hajdú Attila, Győri Jani, Illés Béla, ezek a játékosok voltak azok, akik a fiatalokat nagyon jó, a mi fiatalokat nagyon jó egyengedték a pályánkat, bármilyen tanácsa, kéréssel fordultunk hozzá, nagyon jó tanácsokkal láttak el bennünket, kimaradtak velünk edzés végén. Éreztük azt abszolút, akik oda felkerültünk, hogy ezek a játékosok nem a konkurenciát látják bennünk, vagy az, hogy esetleg a helyükre akarunk törni, hanem igazán segítették a mi pályánkat. Az öltözőnk nagyon erős volt. Nyilván volt az idősebb játékos, de abszolút partnerként tekintettek ránk az öltözőben, bevontak a kommunikációba, egy nagyon jó közösség alakult ki pályán és pályán kívül, és így azért 20-akárhány év elteltével is azt mondom, hogy minden egyes csapat, amelyikkel sikeres voltam, hogy igazán, ott ez volt az egyik alapja, hogy nagyon jó közösséget sikerült kialakítani. Kik voltak azok a mestereid már, mint az MTK-s időszakban, akik sokat segítettek, hiszen nyilvánvaló akkor már kinyílt a világ, hiszen már sokkal korábban értelemszerűen, de előtted is, hiszen a válogatottság is már közel volt és bekövetkezett, és ugye tulajdonképpen ennek köszönhetted azt, hogy felfigyeltek rád Európa szerte. Igen, mert mondhatom, hogy akivel együtt dolgoztam, Pöröskei Gábor, Bognár Gyuri, Egervár és Sanyi bácsi, mind a 3 edzőmre valamilyen szinten feltekintek, és mindenki hozzátett valamit a pályafutásomhoz. Ugye Pöröskei Gabival az, aki felfedezett gyerekként, ő hozotta ugye a tápjószecsőről az MTK-ra, utána ő vitt fel az első csapatba, a Bogesz ugye már egyengedte a pályámat az utánpótlásból, akkor szakmai vezető volt, de utána nála kaptam a legtöbb lehetőséget ugye az első csapatba, ő dobott be úgy igazán a mély vízbe, hát Sanyi bánál meg, ugye Egerváros Sanyi bácsinál pedig hátra kerültem, ő találta meg azt a posztot ugye az első osztályban, ami végül a pályafutásom végig elkísért, úgyhogy így mondom, hogy mindegyik edzősz köt valami olyan szép dolog és olyan pozitív dolog, ami hozzásegített ahhoz, hogy még magasabb szintre lépjek, akár az MTK-n belül is, mert ugye ott meghatározó játékos lettem, onnan lettem válogatott, nyilván ami ahhoz is kellett, hogy utána külföldre tudjak majd szerződni, úgyhogy azokat a dolgokat, mert nyilván a szakmai dolgok ehhez még pluszt hozzátettek, ezekkel indultam tovább ugye Belgiumban. Ugye 2004-ben már bekerültél a válogatottba, viszont a posztváltásról hadd kérdezzelek meg, ez meglepett vagy tudatos volt? Könnyen belenyugodtál, hogy előről hátra kerülsz? Talán azért nyugodtam bele könnyebben, mert elég sokszor sikerült még gólt szereznem. Ugye nyilván csatának az életében az a legfontosabb, hogy gólt szerez. Ugye védőként hátra kerültem, de hogy így a pontrugásoknál vagy egyéb szituációkban megfordultam a kapu előtt, és még sikerült gólt szereznem, aztán megkönnyítette a helyzetemet. Azt mondjuk hozzáteszem, hogy az utánpótlás válogatottabban végig belső védő voltam, amit igazából mai napig nem értek, hogy jött, mert az MTK-ban a Sanyi Bá időszakáig én egyszer voltam egy serdülő egyes bajnoki döntőn
középhátvéd, addig soha. Sőt, a Bognár Gyuri kifejezetten tiltotta, hogy én bármikor hátra kerüljek, de ennek ennyire mindig úgy hívtak meg a válogatottba. De nem bántam meg egyébként. Én azt érzem, hogy így sokkal többre tudtam vinni, sokkal nagyobb pályafutás sikerült befutnom. Bár többen mondták, hogy ez a típusú center, amit képviseltem, valószínűleg akkor is lett volna sikerélmény. Én azt mondom, hogy valamiért ez így történt, de egy pillanatig nem bántam. Én akkoriban is még úgy voltam, hogy legyen szó bármilyen pozícióról, csak ott legyek a csapatban. Vártad már a válogatott meghívót? Hiszen az egy kulcskérdés, én azt gondolom, hogy minden valamire adó, aki ad magára és tudja, hogy a posztján fejlődőképes és jó, az várja, hogy nemzeti színekben bemutatkozhasson. Igen, hát szerintem minden egyes, aki is sportoló és profi sportoló, vagy akár még amatőr is, mert ugye most volt rá példa, hogy amatőrként is válogatott voltam, szerintem ez a csúcs. Ez a dolog, amit szerintem mindenki egy más polcra helyez, a válogatott szereplés és tényleg azt, hogy az országot képviselni. Abban az nagyon felgyorsultak az események. Ugye beszéltünk, 2003-ban kerültem úgy igazán védő pozícióba, abban a pozícióban tudtam, hogy igazán meghatározó lenni a következő esztendőben, és 2004 áprilisában be is mutatkoztam válogatottba. Nyilván valamilyen szinten meglepetésként ért, de már 2003. decemberében kaptam az első meghívót egyébként, akkor még nem is engedett, az MTK sem engedette. Nem feltétlen volt, lehet, hogy ők is úgy érezték, nem állok még készen erre a dologra. Hála Istennek utána már továbbra is jól ment a bajnokságban a játék, és ennek köszönhetően ugye folyamatosan kaptam meghívókat, és áprilisban sorra került az, és bemutatkozhattam. És több mint egy évtizedig kirobbanthatatlan voltál a védelem tengelyéből, és közben jött én azt gondolom, hogy ez minden játékos álma, egy olyan szerződés, amelyet te megérdemelten. Tehát az Anderlecht, ugye ez 2005. augusztus 29-én aláírtad, ez egy kulcspillanat volt a pályafutásodban, mondhatjuk? Igen, hát az az időszak már tényleg arról szólt, hogy nagyon sok csapattal hoztak össze. Nyilván fiatalként én azt próbáltam szem előtt tartani, hogy hol az, melyik az a csapat, ahol igazán az edző szeretne, mely az a bajnokság, ahol folyamatos fejlődésem adott, és ezért esett a belga Anderlechtre a választás. Mai napig azt mondom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt. Annak az eleje picit nehezebb volt, mert két sérülésem is volt az első fél évben, de a pályafutásomat tekintve és a jövőmet tekintve is szerintem az a lehető legjobb döntés. Hát az a Chelsea meccs, az első mérkőzésed, az azt hiszem, hogy felejthetetlen. Igen, ahogy az előbb is mondtam, hogy felgyorsultak akkoriban a pályafutásomban a különböző dolgok, döntések, szituációk. Ugye ott sem volt nagyon válogatott, augusztus 29-én kiszerződtem, visszajöttem a válogatottba, ahogy visszaértem, már egyből bajnok lett a Chelsea ellen, úgyhogy nagyon gondolkodni sem volt időm, hogy akkor most mi a helyzet, hova csöppentem, egymást eljöttek a mérkőzések. Szerencsére az a mérkőzés jól is sikerült, és azért azt tapasztalhatjuk, hogy a szurkolóknál azért az első meccs az döntően rányomja a bélyegét akár egy játékosra. Nagyon sok szurkoló még a mai napig emlegeti azt a mérkőzést, úgyhogy örülök, hogy jól sikerült ott a bemutatkozás. Nekem tényleg a következő héten egy lábközépcsont törés miatt jó pár hetet sajnos ki kellett hagynom. Egy legendás időszak volt az Anderlecht életében is, ha most így visszatekintünk. Az elmúlt időszakban ez már nem fordult elő, hogy folyamatosan a bajnoki dobogó, három bajnoki címet szereztetek, egy remek edző, Verkau Teren személyében ott volt egy világklasszis Vincent Kompany veled. Ez számodra mit jelentett? Hiszen nyilvánvaló, hogy abból a mentalitásból, ami ott várt rád, és amit meg kellett szokni, és a folyamatos fejlődés záloga is az volt, abból mit tudtál hazahozni? Hát a profizmust nyilván sokan mondják azt, hogy más a szemlélet. De azt mondom, hogy mostani futballa például maiaknak már ugyanazok a lehetőségek adott. Nyilván mondjuk sokkal több időt fektettem például a regenerálásra, sokkal adottabbak voltak mondjuk egy edzésre való felkészülések. Abban az időszakban még a magyar foci pont ezt az átalakulási időszakát élte, én ebben az időszakban voltam kint. Én mikor már visszatértem, azért már egy jóval kedvezőbb helyzetben tudtam hazajönni, mint mikor ugye kimentem. A szemléletet azt, hogy minden edzésen meg kell küzdeni a helyére, ezt itthon is így tekintettem az edzések, szóval a hozzáállásom
Nagyon sokszor halljuk azt, hogy kimegy egy játékos külföldre, és azt mondja, hogy minden más. Én azt mondom, ez nem így van, minden a játékoson múlik. Azt, ha valakinek a hozzáállása profi és megfelelő, azt itthon is szem előtt kell tartani mindig, hogy a maximumra kell törekedni. Majd a fejvárás időszaknál erre ki is térek egyébként, hogy miért is mondom ezt ilyen határozottan. Úgyhogy én próbáltam ugyanazt az alázatot, ugyanazt a hozzáállást képviselni kint is, mint korábban itthon, mikor gyerekként azért küzdöttem, hogy az MTK felnőtt csapatát bekerüljek, ott ugyanazért kellett küzdenem, hogy megvívjam a helyemet minden egyes héten, mert minden egyes fél évben rám igazoltak egy játékost, és ott minden mérkőzésem, minden edzésem bizonyítanom kellett, de ezzel én itthon is ugyanígy voltam, már az MTK-ban is, és később itt a Fehérváron is. És alapember lettél, mondhatjuk. És nyilván ennek köszönhető, hogy az MLS két ízben is az év labdarúgójának választott, pedig volt válogatási lehetőség bőségesen. Ez mennyire ad egy játékosnak megerősítést? Hát védőként kifejezetten sokat számított, azért kevés olyan szituáció, amikor a védőre esik a választás egy ilyen elismerés kapcsán. Ezekkel az egyéni díjakkal mindig úgy voltam, nekem ez csak egy plusz, ez hab a tortán. Én csapatban szerettem mindig gondolkodni, akár tényleg a bajnoki címek kapcsán, vagy mondjuk mint védő, akár hogy minél kevesebb góla hozzunk le egy mérkőzést. Szóval ilyen kis célokat is kitűztem mindig magam elé, de mondom, az ilyen egyéni díjak azok mindig csak pont plusz jelentettek. Nyilván volt olyan, amit ugye a játékosok választottak, meg olyan külön díj, azokra mindig büszkébb voltam, mert az mégiscsak azok a játszótársak, akik egymás ellen vagy egymással, egymás oldalán küzdöttünk a sikerekért, ők választották meg, de nyilván, hogyha a szakma is elismert, az mindig azért egy nagyon pozitív. Alapból is kapitány alkat voltál, vagy ez később alakult ki? Tehát nyilván egy meghatározó játékos számára fontos, hogy figyeljenek rá a társak. Ezt kapitánként egyszerűbb megtenni, de azt gondolom, hogy ez egy fontos lépcső egyben. Igen, a pozíciómból adódóan is szerintem ez elengedhetetlen. Ugye azért védelem tengelyébe, valóban ott lenni, jobb, a kapust utána másiként legjobban átlátni a pályát, kutya kötelességem folyamatosan irányítani a csapatot. Nyilván ezen belül azért bennem is sok olyan dolog felszíre jött, hogy mennyire fontos ott a szerepem, mennyire fontos az, hogy irányítsam a csapatot, akár a zöldözőn belül is, nyilván idősödtem, hogy ezt igenis át kell vinni a zöldözőbe, és nem elég a pályán csak irányítani és a társakat buzdítani, ezt igenis kell képviselni a közösségen belül is. Úgyhogy ebből adódott szerintem, hogy ott is már több ízben csapatkapitányi szerepet töltöttem be, ugye a Vidinét pedig évekig én voltam. Egy játékos számára nyilván mindig fontos, hogy keresik, és neked is lehetőséged nyílt, és később nagy port kavart, hogy szeretett volna leigazolni egyszer a Rangers, tehát két skót csapat, illetve a Celtic, a két legendás skót kulcs klub. Ez mennyire zavar egy játékost, ha végül nem jön össze? Hát főleg a Rangers szituáció volt egy érdekes, ugye ott már 3 vagy 4 ajánlat is érkezett a skótok részéről. Ott a klubunk viszont egy olyan helyzetben volt, hogy minden áron be akartunk jutni a BL csoportkörbe. Ugye akkor aktuális belga bajnoknak még ugyanúgy playoffot kellett játszani, nem egyenes lágon jutott be a csoportkörbe. Ezért az elnök szerette volna együtt tartani a csapatot. A Rangers-i lehetőség az ezért nem jött össze. Ami engem jobban bántott, az Aston Villa volt. Ugye most így elmondhatom, hogy az volt egy olyan lehetőségem, ahol már négyszer néztek, és sor került egy bajnoki döntőre, ahol jött a vezetőedző nézni, és az a mérkőzés nem életem meccse volt. És hogy hiába volt már ott előtte a chief scout, a több játékos megfigyelő, az edző mikor jött, rá nem tettem olyan jó benyomást azon a mérkőzésen, én is éreztem, hogy nem az életem meccse volt. Ezen múlott mondjuk, hogy nem szerződtem a Premier Ligába. De alapvetően, hogyha azt is visszatekintek, hogy mi az az egy dolog, ami a pályafutásomat illetően hiányérzet van bennem, az mindenképpen az, hogy mondjuk egy Premier Ligában, vagy mondjuk egy Bundesligában nem sikerült magam kipróbálni. Ugyanakkor 8 esztendőt szolgáltad az Anderlechtet, én azt gondolom, hogy ma is szívesen emlékeznek rád, és te magad is erre az időszakra. Amikor viszont úgy döntöttél, hogy hazajössz, akkor bennünket legalábbis labdarúgó szurkolókat és futballkedvelőit meglepetés
fogadott videóton. Piros kékbe öltöztél. Igen, hát... És ennek idestova 10 éve. Mai napon 10 éve egyébként. Hozzáteszem, hogy mai napon 10 éve, amúgy most beszélgetünk. Igen, ma 10 éve, hogy Fehérvárra tettem át a székhelyemet. Ugye először 4 hónapra érkeztem, csak kölcsönben. Ugye a Vidi volt az, aki egy segítő kezet nyújtott nekem abban a nehéz időszakban, amit Brüsszelben ugye megtapasztaltam ott a végén. Nyilván ott megtapasztaltam én is életemben először, hogy a profi futballban milyen gyorsan megváltozhatnak a dolgok, és milyen gyorsan félretehetnek egy olyan játékost, aki mondjuk 7,5 éve már ott van a klub kötelékében is, és nyilván én mindig abban hiszek, és abban látom a jövőt, hogyha valaki őszintén és egyenesen kommunikál. Ezt sajnos abban az időszakban én is nagyon kaptam meg, de nyilván így utólag már arra az időszakra is másképp tekintek vissza. Inkább úgy fogom fel, hogy akkor kaptam egy olyan lehetőséget az élet, hogy ide hazajöttem Fehérvárra, ahol viszont az a 4 hónap számomra nagyon sokat jelentett, és tényleg az, hogy itt kaptam ezt a segítő kezet, és tényleg egy olyan klubba csöppentem, ahol nagyon megtaláltam a számításaimat. Ennek köszönhetően mondhatom azt, hogy nyár, amikor vissza kellett térnem ugye Brüsszelben, hiába a szerződésbontásom után volt jó pár lehetőségem külföldre, akkor én meg eldöntöttem, hogy én mindenképpen Fehérváron szeretném folytatni a pályafutásomat. Egy jó közösségbe, egy jó klubba csöppentem, ahol mindent megtaláltam, amit így abban az időszakban nekem szükségem volt, és abszolút hát ki tudtam olyan célokat tűzni magam elé, ami igenis motiváltá tettek. És 577 meccs. És nézegettem itt az első keretet, Vinicius, Heffler, Fejes, Fecesin, Kovács, Pistike, Rudolf, Gergő, Pátkai, Máté, Langádán, visszaköszönnek ezek a nevek, Stopira már itt volt, Kovácsik, Szolnoki Roland. Ez egy jó csapat volt. Nagyon, és nagyon jó közösség. És tényleg mi sem bizonyítja jobban az, hogy ugye amikor bajnokságot nyertünk később, ugye azért, hogy 10-ből 10-et nyertünk zsinórban, azért az kevés csapat mondhatja el magáról, és ezt gondolom, ez a közösségnek mindenképpen köszönhető volt. Nekem valahol ezért is esett választásom. Ahogy a pályafutásomat végig beszéltük, ugye nem arról beszéltünk, hogy hány csapatban voltam, hanem azért tényleg az volt rám jellemző, hogy ahol azért én jól éreztem magam, nagyon nehezen váltottam. Éreztem azt, hogy főleg itt is ugye célokról beszéltünk, ugye bajnoki címről kellett, ugye, hogy bajnoki címért küzdöttünk, ugye itt az Európa Kupa is már korábban ugye megvolt Fehérváron, én is szerettem volna ennek részesen, szóval csupa olyan dolog szólt a döntésem mellett, ami igenis kellő motiváltát tettek el az időszakra. Az a párhuzamosság, hogy a Videoton sikerek, ez nyilvánvaló, hogy a nemzetközi szereplés is adott volt, a válogatottság egyre azért ívelt felfelé, mert én azt gondolom, hogy ez felejthetetlen időszak volt a 2010-es évektől, mert hogy azt láthattuk, és ez most a szövetségi kapitányoktól mentes, hogy egyre inkább fejlődik ez a magyar együttes. Ez teljesen elégedettséggel tölt el, hiszen azt tudjuk, hogy a visszavonulásod idejéig alapember voltál és csapatkapitány minden együttesben. Igen, hát a válogatott kapcsán ott a visszavonulásom ott abszolút annak volt mondjuk köszönhető, hogy én azt éreztem ott 33 évesen, hogy az Európa-bajnokság nekem például mindent megadott, amire én vágytam válogatott szinten. Én azt gondoltam, hogy akkor is már, hogy nyilván még meg lehetett volna esetleg a 100. válogatott mérkőzésem, de azért, hogy én még 5 meccset kapjak, csak azért, hogy meglegyen a 100-szoros válogatottságom, azt nem szerettem volna. Holott mindenki azt mondta, amikor a Vidivel volt az Európa Liga szereplésünk, hogy akkor igenis helyem lett volna, de én azt 16-ban, amikor eldöntöttem az EB után, hogy befejezem a válogatottnál való szereplésemet, az ugyanúgy történt, mint mikor a pályafutásomat abbahagytam, az egy jó megfontolt időszak és jól átgondolt időszak előzte meg ezt a döntést. Úgyhogy a mai napig azt érzem, hogy a lehető legjobb pillanatban hoztam. Tehát minden, amit tettél, az tudatos volt, hiszen még 4 évet játszottál, hiszen 2020-ban vonultál vissza, tehát lett volna helyed, és akkor nem 109 lenne most a Dömének, hanem neked 130 mondjuk, vagy több. Igen, de én azt éreztem magamon abban a pillanatban, hogy az edző sem annyira számol velem, ugye a Stork személyében, én vele is volt egy komoly beszélgetésem, mielőtt végleg kimondtam ezt a döntést.
De mondom, nincs bennem semmi rossz érzés. Főleg, hogy ilyen módon tudtam elbúcsúzni például a válogatottól is, hogy kaptunk egy búcsúmérkőzést, és ott megköszönhettem a szurkolóknak azt a sok éves, azt a sok szeretet, amit kaptam a válogatott kapcsán is. Engem az úgy teljes egészítette nekem az egészet. Tulajdonképpen szerettem volna megkérdezni, hogy ki volt a kedvenc játékos társad, de egy ilyen hosszú pályafutásnál nincs elég műsoridő, hiszen nyilván kismillió olyan fantasztikus egyéniséggel találkoztál, akikhez barátság is fűzött. Egy dolgot viszont megkérdezek, ugye azt tudjuk, hogy mindig sportszerű voltál. Ezt mi sem jellemzi jobban, mint hogy a hazai NB1-es szereplésed során összesen egyszer állítottak ki. És azt is szövegér. Ez én azt gondolom, hogy ez bizonyos értelemben dicsőség. Igen, és ha már így ezt a témát érintettük, itt azért elmondom, hogy sok esetben felvetődik a személyemben kapcsolatban, hogy alattomos voltam, meg hogy durva játékos voltam. Szerintem az, hogy valaki kemény, nem futballozik, és mondjuk úgy megy be a páros harcokba, mint tettem én, vagy valaki durván és alattomosan futballozik, azt külön kell választani. Én is azt mondom, hogy ha a lapjaimnak a számát megnézzük, hogy akár a sárga lapokat is sok esetben miért kaptam, és mondjuk a kiállításom is ugye a szövegelés miatt történt, én nem tartottam magam durva játékosnak. Sok pályán nem voltam szimpatikus, lehet, hogy a személyiségem, vagy a pályán mutatott viselkedésem tényleg, én a győzelemért mindent megtettem. Búzdítottam a társaimat, én teljesen átszellemültem mindig is a mérkőzéseken. Nekem a mérkőzésem való viselkedésem köszönő viszonyban nincs, hogy a magánéletben egyébként milyen vagyok, akár otthon is. De valahogy engem ez a töretlen győzni akarás, és ez a fajta meccseken való állapot, ez tényleg lehet, hogy kívülről nem volt sokaknak szimpatikus. Én viszont tudom, hogy ezzel mondjuk a csapaton belül is mennyit mindent értem el, és akár mondjuk csapattársaimat is mennyire tudtam ezzel akár motiválni, és magamat is így tudtam mérkőzés közben mondjuk szinten tartani. És több mint 300 mérkőzést játszottál itt az NB1-ben, tehát itt a megerősítés és az egy kiállítás, ez semmi. Plusz a 61 Igen. sárga lap, de azt meghagyjuk. Tudatosan készültél a jövődre? Igen, mondhatni. Ugye 30 évesen azért is jöttem haza, az mi másik amellett szólt, hogy haza szerződjek. Ugye én az iskolát nem fejeztem be. Én 30 évesen az volt az első komoly dolog még, hogy ami a hazigazás amellett szólt, hogy elkezdjek készülni a futball utáni életre. Ugye egybe befejeztem, leérettségiztem, utána elkezdtem járni a TF-re. Ugye most már ugye az edzőiket megcsináltam, most ott is ott tartok, hogy a prolicenszes tanfolyamon vagyok, hallgattam, amit júniusban fogok befejezni, a sportigazgatói képzésen is júniusban fogok végezni, úgyhogy abszolút arra törekedtem, hogy a futballon belül is meglegyenek azok a végzettségeim, mikor olyan pozícióba kerülök, ami igenis fontos ahhoz, hogy hiteles legyek a szakmámban. Nyilván emellett vannak más olyan jellegű dolgom az életben, ami ahhoz kell, hogyha esetlenül a futballban képzeltem volna a jövőmet, akkor igenis legyen egy olyan lehetőség a családomnak, amiből a mindennapi életünket fedezem, és hogy nyilván egy másik olyan több fronton álljunk, vagy több lábon álljak így a jövőmet tekintve. Úgyhogy ma gondolkodásom módon most se változott, ezt továbbra is tartom. Maga a fejlődésem szempontjából is, hogy majd később is minél több olyan nemzetközi képzésen szeretnék majd részt venni, ami ahhoz hozzásegít, hogy minél több tapasztalatot, minél több kapcsolatot építsek. Íve volt a pályádnak, azt megállapíthattuk a futballpályán is, és íve van utána is, hiszen a harmadik kerület után is lépcsőről lépcsőre lépkedtél. Ez volt, mondhatjuk azt, hogy ez volt az álmod, hogy egyszer majd egy bizonyos értelemben egy kiemelkedő első osztályú csapat menedzsere lehess? Hát konkrétabban is fogalmazhatunk a Vidi, igen. Igen, nyilván az én esetemben ez is egy érdekes kérdés. Sokan kérdezik, hogy nyilván a kerületben nagyon éreztem magam, például nagyon megtaláltam a számításaimat, egy nagyon jó időszakot töltöttem el, nagyon jó klubnak tartom. Viszont mikor így szóba jöttek más csapatok nevem kapcsán, ugye, vagy velem kapcsolatban, úgy mindig az volt, hogy én igazán
nagyon kevés klubhoz kötődök. Ugye Magyarországon az MTK-hoz és a Vidihez úgy nehezen képzelem el magam máshol egyőre. Korábban, ahogy innen kikerültem ugye a pályaedzősködésem után, úgy sokszor megfordult a fejembe, hogy na hol dolgoznék, és mindig oda jutottam, hogy igazán csak Fehérváron vagyok én otthon, mondhatom ezt, és itt szeretnék tényleg azért dolgozni, hogy sikeres legyen ugyanúgy a klub. Nyilván tudtam, hogy azért ez nem, akkor azt gondolom, nem biztos, hogy ez olyan korán el fog jönni, hogy ahogy szerencsére megadott most, de valahol ez volt a szem előtt folyamatosan, hogy ilyen szempontból is azért nagyon szerencsés embernek mondhatom magam, hogy így a profi futball után is folyamatosan olyan lehetőségeket kaptam az élettől, ami mindenképpen azt szolgálta, hogy fejlődjek szépen. Számunkra én azt gondolom, hogy minden komoly labdarúgó szurkoló számára nagyon fontos a jelenléted, hogy otthonról hazajössz hozzánk, vagy hazajöttél, és én ezt köszönjük a sorsnak, köszönjük neked, hiszen tudatos volt ez a döntés ezek szerint, mint minden a pályafutásodban. Én köszönöm szépen, ha valaki esetleg hiányolná, hogy a jelenről beszéljünk, én azt gondolom, hogy erről majd nyilván a sportműsorokban esik szó. Én azt kívánom, hogy álljon talpra a Vidi, mert hogy a Piroskék együttesre szükség van, és nem csak az első osztályban, hanem fönt a dobogón is, és nincs kétségem felőle, hogy előbb-utóbb az a munka, amit befektettetek ebbe, ez megvalósul ismételten. Én köszönöm szépen további szép napokat, heteket, hónapokat, éveket itt Fehérváron neked. Nagyon szépen köszönöm, és legyen így. Történjék így, kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Juhász Rolanddal beszélgettünk mindarról, ami a pályafutását kísérte. Viszontlátásra, minden jót mindnyájuknak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.